4 milliárdos megállapodás a román-magyar határon átnyúló pályázat keretében a megyében templomok újulnak meg, és interaktív múzeumokat alakítanak ki. Százezrek a vízpartokon, a csapadékos nyár elő ellenére jó szezon zártak a kelet-magyarországi strandok. 120 milliós beruházás, Nyíregyháza 10 külterületi utcájában újult meg a szennyvízhálózat. Négy milliárd forintos partnerségi megállapodást írt alá Szabolcs-Szatmár Bereg és Szatmár megye. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A román-magyar határon átnyúló pályázat keretében a megyében templomok újulnak meg, interaktív múzeumokat alakítanak ki, marketingközpontok létesülnek, valamint a nagykállói ökocentrum továbbfejlesztése is megtörténik. A beruházások Szatmár megyében a helyi múzeum átalakítását érintik. A 65 templomot egybefogó középkori templomok útját Szabolcs-Szatmár Bereg megye és a romániai Szatmár megye kezdte el kialakítani egy turizmusfejlesztési program során. A fejlesztés célja az volt, hogy a kiemelkedő örökség turisztikai és művészet történeti értéket jelentő középkori templomokat összekötve jöjjön létre egy közös turisztikai útvonal a magyar-román határtérségben. A megyeházán most a két megye újabb partnerségi megállapodást írt alá. Ennek értelmében 4 milliárd forintból további templomok újulnak meg és kerülnek be a tematikus útba, valamint számos más turisztikai beruházást is megvalósítanak. Ennek a programnak a keretében a megyében 15 templom, döntő részben középkori, műemlékes értékekkel bíró templom újul meg, 3 egyház kezelésében, református, római katolikus és görögkatolikus egyházak kezelésében vannak ezek a jelentős értékű templomok. Ezen túlmenően Nyírbátorban a várostörténeti sétánynak egy további fejlesztése valósul meg, Érpatak, akkor egy turisztikai fejlesztés, illetve Baktól-Rendházán is megvalósul egy ugyancsak turisztikai közösségi fejlesztés. A beruházások a romániai Szatmár megyében a Szatmár Németi Múzeum fejlesztését érintik majd. Mi egy pontra fókuszáltunk, a Szatmár megyei múzeum épületét kívánjuk teljesen felújítani, 21. századi technikával is felszerelni, hogy lehessen 21. század kívánalmainak megfelelő tárlatokat bemutatni. Ez egy közel 100 éves épületről beszélünk. Régen ez a kommunista pártnak volt a székháza, ezért jó lenne, hogy azt tervezünk, hogy egy kicsit teljesen átalakítjuk belül, hogy legyen sokkal fogadó barát, többnyelvű tárlatokkal, illetve amit lehet digitalizáljunk, és közösen az egész térséget, mindegy, hogy a Szatmárnak a melyik oldaláról beszélünk, tudjuk egymás értékeit bemutatni, illetve tudjunk olyan vonzó tárlatokat generálni, amik az egész térség hasznára válik. A két megye jövő héten újabb megállapodást ír alá. Ennek keretében egy egészségügyi fejlesztés valósul majd meg a határ két oldalán. A kelet-magyarországi strandok jó szezon tudhatnak maguk mögött. A Gergely-Ugornyai strand több ezer embert vonzott a Tisza partjára. A Nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdőt közel 240 ezeren, míg a tófürdőt 36 ezeren látogatták meg. Bár a nyár eleje csapadékosan indult, augusztusban mindenhol behozták a strandok a vendégszám visszaesést. A nyári strandszezonnak már vége, kiürült a Tisza part. Csak egy-két fürdőzni vágyó mártózik meg a szabadvízű strandokon. A nyár azonban nagyon mozgalmas volt, az utóbbi idők egyik legjobb szezonját zárta a Gergely-Ugornyai strand. Sikerült egy olyan élhető Tiszapartot varázsolni, hiszen mögöttem ismét jól látszik a Füveny, amely a nyár folyamán több ezer embernek nyújtott kikapcsolódást, pihenést, feltöltődést. A folyó gyönyörű, tiszta, a part ápolt, gondozott. Igyekeztünk odafigyelni arra, hogy egy héten legalább 2-3 alkalommal boronáljuk föl a partot, szedjük föl a szemetet. Egy külön közmunkás brigádunk foglalkozik azzal, hogy a faházak között is rend legyen, de érezhető az, hogy a topos, illetve a lapátos pihenőhelyes pályázataink is lassan révbe érnek, a lapátosat lezártuk, megújult a Beregszíve üdülőközpont, több csoportunk is volt, megérkeztek a vizitúrázók újra Vásárosnemény Gergely-Ugornyára, megérkeztek a bringás csoportok, több százan érezhették azt, hogy végre Gergely-Ugornya ismét adja önmagát. Nem csak a szabad strandok zárták jól a szezont, a Nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdő Termál medencéjébe még most is szívesen mennek a családok, de a nagy medencét inkább már úszásoktatásra használják. A nyári szezonban azonban itt is magas vendégszámot produkált, hétköznap sem esett 3000 alá a látogatók száma.
közel 240 ezer vendéget fogadott a két egységünk ezen a nyáron, ami egy igazán impozáns és nagyon-nagyon jó számnak mondható. Hála Istennek itt a kelet-magyarországi régiót, azt kegyelte tényleg az időjárás és az égiek, mert míg a Dunántúlon a fürdők egy része viszonylag alacsony kis számú, de visszaesést tudott elkönyvelni, addig a Kelet-Magyarország régióban egy olyan 4%-kal nőtt átlagosan a fürdőszövetség felmérése szerint a fürdők forgalma. Ezt a mi forgalmunk is igazolja. A nyár eleje az nem volt túlságosan jó a fürdőzés szempontjából, vagy a fürdő szolgáltatás szempontjából, hiszen ugye nagyon csapadékosan indult a nyár. Ez gyakorlatilag július közepéig 20-áig tartott, viszont utána egy tartós kánikulai időszak következett, ami tényleg a legjobb hírverés minden egyes strandnak. A tófürdőt közel 36 ezeren látogatták a nyáron. A fürdőzők 60%-a még mindig belföldi turista, azonban a városmarketing hatását a strand üzemeltetői is megérezték. Tavaly Romániából érkezett a legtöbb vendég, idén azonban Lengyelország volt kiemelt turisztikai partnere a megyeszékhelynek, onnan jelentős vendégszemnövekedés volt érezhető. Az indián nyár még tart, a Parkfürdő családi medencéje szeptember 23-áig várja a strandolni vágyókat, az 50 méteres medence pedig október 7-éig. Ekkor egy kéthetes leállás alatt megépítik a sátrat, így a nagy medence télen is az úszni vágyók rendelkezésére áll majd. Közel 120 millió forintból fejlesztette szennyvíz csatorna hálózatát Nyíregyháza. A felújítás célja az volt, hogy csökkentsék a felszíni vizek szennyezését és javítsák a vízminőséget. A beruházás a város 10 külterületi utcáját érintette. Nyíregyháza egyik leggyorsabban fejlődő külterülete Nyírszőlős. Itt most a Csaba-Gyöngye utcában fejeződött be a szennyvíz csatorna hálózat fejlesztése. Ezen kívül még 9 külterületi utcát érintett a beruházás. Olyan utcákat, ahol a beépítettség folyamatosan nő, tehát szükség van az infrastruktúra fejlesztésére. 118 millió forintot nyertünk, ez egy 100%-os támogatás, önerőt nem igényelt, ami 10 utcának a szennyvíz hálózat kiépítésére és a házak bekötésére fordítottunk. Tulajdonképpen november végén kezdődött a kivitelezés, és már befejeződött a múlt héten a műszaki átadás átvételek megtörténtek, de ennek előfeltétele volt a pályázat nyertességének is, hogy előre gondolkozva szerezzük meg a vízjogi engedélyeket, illetve legyen meg a tervdokumentáció, ez már megvolt. A sikeres pályázat lehetővé tette a fejlesztés révén a felszíni vizek szennyezésének csökkentését, a vízminőség javítását és a talajszennyezés csökkentését. Ezáltal pedig az életminőség is javul az érintett település részeken. A fejlesztések pedig folytatódnak. Nagyon sok tervünk van, és nagyon sok előkészítő munkát végzünk most is folyamatosan. Például októberben jönnek be azok a kiviteli tervek, amiket saját forrásból finanszírozunk, annak érdekében, hogy a következő évben, talán következő két évben sikeresek legyünk továbbra is a pályázatoknál, tudjuk forrásokat szerezni, lehetőleg ilyen 100%-os támogatottságot, mert nagyon sok elmaradás van még Nyíregyházán, útépítések területén, de az útépítéseket ugye megelőzi a csapadékvíz-szennyvíz kiépítettség, addig nem lehet utat építeni. A most lezárult projekt keretein belül 1585 folyóméter hosszú gerincvezetéket és több mint 520 folyóméter nyomott gerincvezetéket fektettek le összesen a 10 utcában. A teljes projekt 135 darab bekötést és 4 darab átemelő telepítést is tartalmazott. Hiába az életkezdési támogatás, a jogosultak alig 10%-a veszi igénybe. 2006 óta minden magyar újszülött számára 42.500 forintos babakötvényt igényelhetnek a szülők. Mindössze egy start értékpapírszámlát kellene nyitni az államkincstárnál. Ha minden gyermek után igényelték volna, már 500 milliárd forint lenne a babakötvény állomány. Ezzel szemben jelenleg csupán 45 milliárdos ez az összeg. Minden 2015. december 31-e után született gyermek számára életkezdési támogatást ad az állam. Ez egyszeri 42.500 forintot jelent. Ezt egy minimális kamatozású letéti számlán helyezik el a Magyar Államkincstárban. Ahhoz, hogy ez az induló összeg a gyermek nevére szóló számlára kerüljön, és egy úgynevezett babakötvényben kamatozzon, egy start értékpapír számlát kell nyitni a szülőnek vagy egy hozzátartozónak az államkincstárnál. A babakötvény futamideje a kibocsátás napjától számított 19 év, az alapcímlete pedig mindössze 1 forint, tehát bármilyen kis összeggel megvásárolható.
Az állampapír változó kamatozású, ez biztosítja a befektetett összeg értékállóságát. A kamatbázis megegyezik a kamat megállapításának évét megelőző naptári évre vonatkozóan, a KSH által közzétett éves átlagos infláció százalékos mértékével, a kamatprémium mértéke pedig 3%. Ennek alapján idén 5,4% a kamat, mert tavaly 2,4% volt az infláció. A kamatot minden év február 1-én írják jóvá a Start értékpapírszámlán. Az éves befektetések 10%-ának megfelelő, de maximum 6000 forint összegű támogatást is jóváírják. Az itt lekötött összeghozama illeték és adómentes. Ezen felül a számla vezetése is díjtalan. Ahogy a táblázat is mutatja, a nyitó összeg minden esetben 42.500 forint. A gyermek 18 éves korára, ha a szülő semmit nem fizet, akkor minden évben egy 3%-os inflációt feltételezve a lejáratkor 128.500 forintot kaphat készhez a gyermek. Ha a szülők havonta csak egy ezrest fizetnek, akkor 19 év alatt 574.200 forint gyűlik össze. Azonban, ha a szülők már 5000 forintot tudnak félretenni havonta erre a számlára, akkor a gyermek felnőtt korára 2.339.000 forinttal a zsebében válik nagykorúvá. Ez az összeg már elegendő lehet jó pár évnyi tandíjra, vagy az önrészt is fedezheti egy kisebb lakás vásárlása esetén. Ha minden magyar gyermek után igénybe vették volna a maximális támogatást, 500 milliárd forint lenne a babakötvény állomány. A valós érték azonban ennek csupán körülbelül a tizede, 45 milliárd forint. Hiába jó a megtakarítási forma, sokan nem értik még ma sem, hogy miért érdemes az állami kedvezményt igénybe venni, olvasható a napi.hu oldalon. A babakötvényről elvileg a védőnők tájékoztatják a szülőket, de sok emberhez mégsem jutnak el az információk, vagy pedig visszatartja őket a számlanyitási kötelezettség. Nyíregyházi előadást is díjaztak a 7. alkalommal megrendezett Vidéki Színházak Fesztiválján. A 8 versenyelőadás közül a kiváló színházi műhely munkáért járó díjat a Móricz Zsigmond Színház által bemutatott a Név Carmen című darab kapta. Az előadás a különleges formanyelvvel és a kiváló színészi munkával nyert el a zsűri elismerését. A díjat Sej Judit, a Tália Színház művészeti vezetője adta át a nyíregyházi produkciót író és rendező Sediánszki Nórának. 650.000 forintos forrásból épített a Rotary Klub új játszósarkot a Bárci Gusztáv általános iskola és készségfejlesztő iskola udvarára. A támogatás az országos Rotary szervezettől kapták. Az új eszközök elsősorban a gyerekek mozgás koordinációját fejlesztik. A Rotary Klub minden évben előre meghatározza, hogy a következő évben mely intézményeket vagy szervezeteket fogják támogatni. Tavaly ősszel a Bárci Gusztáv általános iskola és készségfejlesztő iskola mellett döntöttek. Az anyagi támogatást vagy saját tagdíjukból és a különböző jótékonysági rendezvények bevételeiből fedezik, vagy a nemzetközi Rotary szervezeten keresztül kapnak rá forrást. Benyújtottunk egy pályázatot a Nemzetközi Rotary Szervezet számára, onnan támogatást nyertünk el ahhoz, hogy a saját forrásainkat kiegészítve itt az iskolában létre tudjuk hozni ezt a kis játszóparkot, illetve még két szobakerékpár van bent az iskolában. Ez gyakorlatilag egy pár hónapos projekt volt, ehhez körülbelül 650.000 forint forrást tudtunk felhasználni. A mozgás koordinációt segítő eszközök beszerzése tavaly év végén indult el, és telepítésük most fejeződött be. A játszósarok nagyban hozzájárul az iskola által képviselt méltányos oktatási rendszerhez. A gyerekek játék közben fejleszthetik mozgás koordinációjukat, erősödhetnek és izmosodhatnak. Kimoné lett a Nyíregyházi Állatpark afrikai elefántborjának a neve. A kis elefánt nevét a látogatók dönthették el, több mint 1000 javaslat közül esett végül a választás a szuahéliül szépet és édeset jelentő névre. Kimoné azért is különleges, mert zárt tartási körülmények között mindössze 2 egyévesnél fiatalabb afrikai elefánt él Európában. Kiwi, Buborék, Jumbo vagy Kusishimua. Többek között ilyen javaslatok is érkeztek a Nyíregyházi Állatpark afrikai kiselefántjának a névválasztásához.
A látogatók két héten keresztül küldhették be javaslataikat az állatpark közösségi oldalára, ahova több mint 1000 név javaslat érkezett. A gondozók szerették volna, ha K betűvel kezdődne a kis elefánt neve, mint az édesanyjáé, Kwanzáé és a bátyáé, Kitóé, így végül a Kimáni afrikai névre esett a választás, ami szuahéli nyelven szépet és édeset jelent. A kis elefánt idén júniusban született, és ő a negyedik tagja a nyíregyházi afrikai elefánt csapatnak. A természetben az afrikai elefántok matriarchális csoportban élnek, azaz egy vezértehén és nőstényekből álló csapata és borjai élnek egy közös csoportban. Minden egyes csapattagnak megvan a feladata, ugyanezt tudják megtekinteni itt a nyíregyházi állatpark vendége is. Most a csapat legfontosabb feladata és munkája az, hogy az apróságot védjék. Számunkra is igazán meglepő volt, hogy az apróság, aki most 2,5 hónapos elmúlt, nem az anyját, a 19 éves Kwanzát követi leginkább a csapaton belül, hanem a 3 éves bátyjával játszik előszeretettel, és árnyékként követi a kifutórendszerben. Kimáni azért is különleges, mert ő az országban az egyedüli afrikai elefántborjú, de ő volt az idei első afrikai elefántborjú Európában is. Ami viszont igazán különlegessé teszi őt, hogy zárt tartási körülmények között mindössze 2-12 hónapnál fiatalabb afrikai elefánt él a kontinensen. Győzelemmel kezdte a szezont a nyíregyházi Teke Klub együttese. Az NTK az NB1 keleti csoportjában a Gyula csapatát fogadta, és szoros végjátékot követően 6-2-re verte ellenfelét. A nyíregyháziak a következő fordulóban Szankon lépnek dobóállásba. A nyíregyházi csapat a második fordulóban kapcsolódott be a bajnokságba, és a Gyula elleni mérkőzésen mutatkozott be a hazaiaknál a Szegedről érkező Fehér Béla. A Bajnokok Ligája és Világkupa győztes tekéző szeretné feljutáshoz segíteni új klubját. Egész jó projektet vázoltak fel elém a nyíregyházi vezetők. Nagyon sok ismerősöm van itt a csapatnál. Volt csapattársak is vannak. Magyarósi Peti, Finta Zoli velük Szolnokon játszottam már együtt. Hakker Dezsőt meg nagyon régóta ismerem már. Az első mérkőzésen a Gyula ellen a hazaiak mindenképpen meg akarták mutatni, hogy komolyan gondolják a bajnoki cím megszerzését, azonban a vártnál sokkal jobban meg kellett harcolni Fintáéknak a győzelemért. Rögtön az első sorban a Mogyorosi Péter révén az 572 fájának köszönhetően egy fontos csapatpont került a nyíregyháziak oldalára, köszönhetően a Péter higgadt játékának, azonban mellette a Kastura Zsolt, aki a játékos edzői feladatokat is ellátja, nem igazán érezte a játékot, és a 60. dobás után már lecseréltette saját magát, helyette a Rási János lépett dobóállásba, János a hirtelen felállva a pályára nehezen találta a játékát, azonban az utolsó szetre nagyszerűen összeszedte magát. Így egy szoros párharc alakulhatott ki. Hiába volt egy-egy az arány, a részarány, mindenképpen hátrányban voltunk, mert a 15 fával a vendégek vezettek. A középső sorban egy nagyon fontos csapatpontot szereztünk a Fehér Béla révén, aki csupán egy fával maradt el a 600-as eredménytől, ami a mezőny legjobbja volt ezen a napon, míg mellette szintén újoncként dobálásba lépő nyíregyházi játékos, a Szojka Miklós 502 fát ért el. Ekkor 2-2-re állt a mérkőzés, és a zárósorban dobóállásba lépő Finta Zoltán Hakker Dezső párosnak 40 fás hátrányt kellett ledolgoznia. Ez már rögtön az első 30 dobásnál sikeredett is, és úgy látszódott, hogy zsebben van a mérkőzés, azonban a vendégek mégiscsak tovább vitézkedtek, és tovább is elkezdték növelni az előnyüket. Az utolsó 30 dobásra már annyira, hogy közel 30 fával vezettek, és elveszni látszódott a mérkőzés, de a kedvesével sikerült egy olyan 30-as részarányt produkálnunk, úgy telibe, mint tarolásban meg végképp letarolni az ellenfelet, hogy közel 60 fát hoztunk rajtuk az utolsó 30-ban, és ez volt a meghatározó ezen a mérkőzésen, és szerencsére ezzel tudtuk begyűjteni a 4 egyéni pontunkat és a fontos csapatpát, és így alakulhatott ki, hogy 3280 fát elérve 6-2 arányban sikerült diadalmaskodni itthon a Gyula ellen az első hazai mérkőzésünkön. A nyíregyházi Teke Klub a következő fordulóban a Bács-Kiskun megyei Szankon játszó első idegenbeli mérkőzését. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. 4 milliárd forintos partnerségi megállapodást írt alá Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megye. A román-magyar határon átnyúló pályázat keretében a megyében templomok újulnak meg, interaktív múzeumokat alakítanak ki, marketingközpontok létesülnek, valamint a nagykállói ökocentrum továbbfejlesztése is megtörténik. A beruházások Szatmár megyében a helyi múzeum átalakítását érintik.
A kelet-magyarországi strandok jó szezon tudhatnak maguk mögött. A Gergely-Ugornyai strand több ezer embert vonzott a Tisza partjára, a nyíregyházi akváriusz élmény és parkfürdőt közel 240 ezeren, míg a tófürdőt 36 ezeren látogatták meg. Bár a nyár eleje csapadékosan indult, augusztusban mindenhol behozták a strandok a vendégszám visszaesést. Közel 120 millió forintból fejlesztette szennyvíz csatorna hálózatát Nyíregyháza. A felújítás célja az volt, hogy csökkentsék a felszíni vizek szennyezését és javítsák a vízminőséget. A beruházás a város 10 külterületi utcáját érintette. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták szeptember 12-én szerdán, friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk. Időjárásunkat döntően egy magas nyomású légköri képződmény anticiklon alakítja. Folytatódik a csendes, eseménytelen, nyáriasan meleg idő. Az előttünk álló éjszaka gyengén felhős idő várható. Csapadék nem lesz, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 12 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Csapadék nem lesz, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 29 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. Pénteken a fátyol felhők mellett délutántól főleg a nyugati és az északi határ közelében gomoly felhőkre is számítani lehet, helyenként záporral, zivatarral. Szombaton a Kárpát-medence fölött gyengülő, felosztó hidegfront szorványosan, délutántól főként a keleti ország részben okozhat záporokat, zivatarokat. A következő napokban ismét anticiklon, leszálló légmozgás lesz a meghatározó. Sok napsütése van kilátás, csapadék nem valószínű. Folytatódik a nyáriasan meleg időjárás.